Varga Bálint vagyok, és ma június 18-a. Nem tudom, hogy van Magyarországon, de Eszéken megjött a nyár, ilyen 30-32 fok, a héten, jövő héten 36-37, majdnem olyan, mint Dubajba. Láttam Dubajba 40-42 fok még éjjel is. Úgyhogy van. Igen, igen, hát ez itt mögöttem. Van itt még MV katonai katonaságban. Én voltam a háborúban 2 évig, akkor Skyway expertek, top expert ezek. A mai estét egy olyan jó fél órát szeretném megtartani, fél óráig, és ami van információ, nincs olyan sok, mint múlt héten, de azért egy-kettő van. A cég alapítója, tudjuk, hogy most 73 éves, és azt mondja, hogy nincs sok idő, már ő is közeledik a 80-ig, nem tudjuk, hogy meddig tud aktívan dolgozni. Igazából még a Anatol Eduardovics Junicki. Nagyon jó, úgy mondják, akartam mondani, jó állapotban van, jó egészségben van, és sok jó kondícióban. Nem tudom, hogyan tartsa ezt, tehát lehet, hogy egészségesen táplálkozik, lehet, hogy tornázik is minden nap, de az, hogy dolgozik sokat, azt biztosan tudjuk mindannyian, mert látjuk, hogy sokat repülget Minsk, Moszkva, Dubai, végül is többet van Dubajba és Sharjába, mint Belorussziába, de ez a dolga, ez a munkája, és mi örülünk, hogy az ő csapathoz tartozhatunk. Miről is lesz szó? Egy olyan technológia, HUR technológia, ami ideig mindig mondtuk, hogy jövő, de most már jelen szállítási rendszer, mert az idén a 2021-es év, igaz, hogy csúsztunk, ez 2020-ba kellett volna, hogy legyen minden, de ez a pandémia véget, egy évet csúsztunk, nem mentünk tönkre, az nagyon fontos, mert 60% építési cég Dubajba és környékén csődbe ment, és azt mondja a Junicki úr, hogy minden nap dolgoztak, csak nem éjjel-nappal, ugye, és csak munkaszüneti nap akkor nem működött a építkezés. Aki Marina Gorkába járt, mi háromszor voltunk, az tudja, hogy ott nem is csak meglátni, hanem ki lehet próbálni is ezeket a járműveket, és majdnem mindegyik járműve utaztunk, kipróbáltuk, úgyhogy azért mondom, ez már jelen szállítási rendszere, és a 2021-es év, ez az év, mikor a Skyway elindította a célprojekteket és építkezéseket, nem csak ekotechnoparkokat, hanem igazi projektokat is épít. Mi úgy kerültünk ide, hogy ez egy crowd investing opció, hogy a kis befektetők már, mikor elindultak 2014-be, akkor $25 havi részlet fizetéssel el lehetett indítani egy csomagot, és 10 havi részletre $250 már minden befektető kapott üzleti részt, és ezek az üzleti részek, ezek, amikor kikerül a tőzsdére a cég, akkor egy részvény $1 érték lesz. Sokan kérdezik, ha a cég előbb kimegy a tőzsdére, mint tervezi most, akkor hogy kisebb lesz a részvény értéke. Még mindig a Maslow is, meg a SolarFrontisek is a konferencián, meg Alexei Szuhodejev is azt mondják, hogy ez véglegesen marad, itt nem lesz változás, úgyhogy $1
indul el a részvény ára. Az igaz, hogy fél évig a kisbefektető nem tudja eladni a részvényeit, de utána, akkor 6 hónap után bárki eladhassa akár mindet, vagy valamennyi részvényit. Akinek több millió van, akkor nincs mit gondolkodni, több százezret nyugodtan el tud adni, de akinek kevesebbe van, 30-50 százezer, az ne adja el természetesen mindet, mert lehetséges, hogy ezek a részvények, ahogy növekedik a célprojekt száma, építkezése, és az idén ugye lesz ez a 4-5, jövőre lehet, hogy már 10-15, és akkor minden évben 20-30 új célprojekt, ez mind növeli az értéket a cégnek. Van egy cég, akin keresztül mi ezt szervezzük, ez Skyworld Community, és rajta keresztül intézik ezt a befizetést, a szerződéseket, certifikátokat, és a ERSSH Holding 1-es, 2-es és 3 holding ez ebbe a cégbe. Itten van ez elhelyezve, és ezek a holdingok is mennek ki a tőzsdére. A GTI az a anyacég, Global Transport Investment, és a Unitsky a koordinátor irányító cége. 15 fázisba osztották el, vagyis az üzleti terv 15 részre van elosztva. Minden üzleti részbe 2014 júniusában indult el az első. Meg lett osztva, hogy mennyi pénzt kell beszerezni, és mi a terv azokba a fázisokba, mit kell megcsinálni, kiépíteni, milyen certifikátot, és mind az egész üzleti részt. Most jövő héten, a hétfőn, még 3 nap van, 21-én a webirodában nézzük magyarul, véletlen elírták a fordításba, 23-at ír, de horvát, angol, orosz 21-et, úgyhogy írja, hogy 3 nap. Én azt gondolom, hogy nem lesz ez meghosszabbítva, mert a 14,2 alfejlesztési fázis, ahogy mondták a Skyworld Community-ba, ez nem fog sokáig tartani. 1-2-3 hónap, én nem tudom meddig, de akkor megyünk a 14,3, és akkor utána a 15. fázis, ami a legutolsó. A 15. fázisba ki kell építeni egy 60 kilométeres pályát, ami 200 millió dollárba kerül, és ezt természetesen nem mi szedjük össze ezt a pénzt, hanem vagy nagy befektetőkkel, vagy ha nem találnak az idén nagy befektetőt, akkor akár még az év végén, vagy a jövő év elején a cégnek ki kell menni a tőzsdére, és ottan 200 millió dollárért eladnak részvényt, hogy ki tudják építeni ezt a pályát, és letesztelni, megkapni minden certifikátot, engedélyt, és ez a 15. fázis ilyen 1,5-2 évig satszolja a Unitsky, hogy addig fog tartani. Ha a cég kimegy a tőzsdére, akkor természetesen le kell zárni a finanszírozást, és amit azt illeti, hogy a 15. fázisba az megy, de a finanszírozás nekünk, akkor mi nem tudunk venni több részvényt. Úgyhogy lehet mondani, hogy körülbelül még egy fél év van nekünk, hogy szerezzünk részvényeket, részvénycsomagokat, ami később lesz részvény, és ezt tudjuk ajánlani a valamelyik barátainknak, ismerőseinknek. Úgyhogy ez a 15. fázis, a finanszírozás lehet, hogy csak fél évig tart. Ezt most már kétszer megerősítették, és így van most pillanatnyilag a terv erre. Ugye ezt már mondtam,
megyünk tovább. A tervek a következő 5 évre, amit a Junicki tervezi, hogy 500 milliárd dollár lesz az értéke a cégnek, és 10 év múlva ez nem lehet kevesebb, mint 1 billiárd vagy 1000 milliárd dollár. Itt már több 10 vagy több 100 projekten fognak dolgozni, ami azt illeti, lehet, hogy 80, lehet, hogy 150 projekt, és akkor gondolhassuk, főleg a fiatalok nagyon örülhetnek, mert tudnak élvezni ebbe a következő 5-10 évbe, nagyon jó érték lesz a cégnek is, és a részvény ára. Vannak már olyan kiszámítások, hogy mikor a cég kimegy a tőzsdére, akkor igaz, hogy széles, 3-tól 9 dollárig lehet az ára egy év után, de ha 2 dollár is lesz egy év után, az is sok, nagyon nagy, óriási, és megduplázza az egészet. A várva várt Face of the Future csomag, amit tudjuk, hogy 5000 dolláros, és részletfizetése volt, hogy 10 hónap 500 dolláros, vagy egyszeri kifizetés 5000, még mindig nem kapták meg az engedélyt az anyacégtől, és már azon is gondolkodtam, hogy írjak a Nadezhda Kosarevának, hogy mi van ezzel, mert most már több mint egy hónapja várjuk. Meg lehetett adni itt a kérvényt. Ahogy most nézem, több mint 30-an jelentkeztetek Horvátországból, Szlovéniából, Magyarországról, és van aki 2-3-at, van Dubajban is már 3 csomag, akik várják ezt. Miért? Azért, mert 5000 dollárért 500 000 részvényt kapunk, és itt a diszkont 1%, ami egy fantasztikus, mert 2017-ben volt ilyen diszkont, és ugye az már 4 év elmúlott, úgyhogy ebben most nagyon érdemes befektetni, ezt mindenki tudja, és várjuk még ezt a csomagot. Kaptam ígéretet a Irina Volkovától, hogy e-mailen nekem elküldi, de sajnos ez nem történt meg. Beírtam valamelyik nap tegnap előtt a Skype-ba, de még nem kaptam választ rá, úgyhogy várják. Múlt héten nem mondtam részletesen, a Vladimir Maslov és Szolár František voltak Vietnámban, ezt már mindenki tudja, és ottan tárgyaltak sok mindenkivel. Igaz, hogy 3 hétig voltak a hotel szobába, mint izolációba, de utána volt nekik 7 nap, és azt ott kihasználták, ilyen 3-5 tárgyalásra minden nap. Itt ezen a kis képen jobbról lehet látni, hogy a vietnámi elnök az adta nekik azt a könyvet. Úgyhogy ilyen magas szinten is tárgyaltak, meg nem tudom melyik itten közülük, 2 miniszterrel is tárgyaltak, a kis befektetőkkel, aki a SkyWorld Community-ba, ugye mint mi, meg nagy befektetők a célprojektekbe, és már vannak olyan projektok, ahol letették a bankgaranciát. Ez szuper, mert ez azt jelenti már, ugye, hogy mintha ki is volna fizetve a célprojekt. 5 projektről lehet beszélni. A Loyang pagoda 3,2 kilométeres, akkor a Hanoi Park Dongho 25+15+9,5 kilométeres, akkor van egy Star City, ez 7 kilométeres, és egy sziget Ho Chi Minh, itt vannak hidak, akkor a humusz, különböző szakaszok, meg a teherpálya, és az 5. az is a Ho Chi Minh szigeten van, Happy Land, ami plusz több mint 20 kilométeres pályáról beszélnek. És az első, a Loyang pagoda, az a 3,2 kilométerről, itt már meg van rendelve, a következő 3 hónapban meg lesz az egész, a terv az már kész, hanem megy ez a
hogy is mondják azt magyarul, a kiszámítás, hogy mikor cashflow-nak is mondhassuk, de most nem jött eszembe a neve, hogy mikor tér vissza a befektetett pénz, és ez körülbelül 3 hónap alatt kész lesz, és itt már az investitorok letették a banki garanciát. Ezek után még nyitottak egy közös céget, a Viet Transnet Ltd. Nevű cég, amelyik minden Skyway projektot megtérülési számítás, igen, igen, köszönöm Csaba, ez az magyarul, és minden Skyway projekton dolgoznak, segítenek szervezni, és ezek voltak ez az aláírások, amit lehetett látni képen. Úgyhogy a Vietnám az nagyon megy előre, és mint sok kis befektető, nagyon jó hálózatépítők vannak ottan. Tudjuk tavaly előtt, mikor Minskbe volt a Ekofesztivál után, volt egy ilyen találkozó, a Nadezhda Košareva volt ottan, a Junicki akkor kint volt Dubajban, nem tudott ott lenni, és a vietnámi csapat milyen nagy sikereket értek el. Most is a Vietnám 70% forgalmat csinálja, és örülünk neki, hogy létezik a Vietnám, meg Nigéria, és ami jó most szombaton, ha valaki hallgatta, a Latin Amerika, Dél-Amerika országok, Chile, Kolumbia, Argentina, Brazília, ezek az országok, akik indulnak és hozzák az új befektetőket. Én tudom, hogy nálunk Európában mi 2016, 17, 18, még 19 is nagyon-nagyon jó nagy forgalmakat csináltunk, és akkor valahogy lecsillapodott a 2020-as elején már, úgyhogy, de most is jó megy. A Macedónia például, meg nekünk most elindult a Törökország is, és elindultak ezek a újabb országok, ahol motiváltabbak az emberek. Úgyhogy haladunk előre. Igazából kiszámítottuk, ha mindenki, aki már vett akármennyi, ha egy részvényt is, legkisebb csomagot, ha $100 csak befektetne, akkor teljesen elfogyna, kifinanszíroznánk holnap az egész projektet. A Irisával, ő a Irina Volkovának a helyettese, velük van nekünk egy Skype csoportunk, és ma felajánlta, hogy rendezzünk egy nagy konferenciát, egyet a volt jugoszláv országok, ugye horvátul menne, meg szerbül, a másikat meg Magyarországra, úgyhogy megbeszélem vele már hétfőn vagy kedden, és lesz egy időpont, és tartunk ilyen egy 2 órás maraton konferencia, ami most volt a dél-amerikai országokra. És akkor itten több üzlettárs magyarul is el tudja mondani a véleményét ilyen 5-10 percig, úgyhogy ezt most szervezzük, ha benne vagytok, és már július elején, közepén ezt meg lesz reklámozva, és lehet, hogy már július 8-ára csütörtök, és ilyen délutáni órákban meg tudjuk ezt szervezni. Itt a képeken lehet látni ez a Minszki gyár, hogy jönnek lassan, alakulnak az új járművek, és 100%-osan működik minden. Már a új technológiát, amit bevezettek, és nagyon örülünk annak, hogy a sárgyai képek, a videók, ugye a konferencia előtt meg tudtuk nézni azt a 2-3 új videót, bent beraktuk a
Skype csoportba is, meg a Facebook csoportba, így meg lehet tekinteni ezeket. Sokan odaírtátok, hogy nincs-e még magyarul. Nincs, de örüljünk neki, hogy a újságírók, meg a ilyen National Reporter, ilyen híres újságírók írnak erről, és erről a projektről. És most a elmúlt két hétben lehetett látni, hogy több mint 10 újság elkezdte reklámozni és ezt a technológiát. Azt tudjuk, hogy a média milyen nagy erő, akár tévén, akár ha megjelenik valami az interneten, az emberek elolvassák, egy újságírónak mindig nagyon hisznek, és főleg, mikor egy valamilyen újdonság megjelenik. Úgyhogy nekünk most visszaszél is bennünket előre, és remélem, hogy nem sokára a másik, a többi világ részére is eljut ez az információ. Ami a napokban érdekes volt, hogy ott volt kettő indiai újság, reporterek, és azok is elkezdték ezt. Azt tudjátok, hogy 3-4 évvel ezelőtt Indiában volt aláírva néhány projekt, az a Dalai Lama-i projekt, ami már meg volt a kiszámítás is, akkor meg volt ez a megtérülési számítás, minden megvolt, és így néznek ki ugye a riportok, amit interneten is, meg tévén, YouTube-on meg lehet látni, és aminek örülök, hogy az indiai projekt, már elfelejtettem ezt, tehát minden konferencián 3-4 évvel ezelőtt mondtuk, ott volt egy városi, akkor volt városin kívüli projekt, meg volt a teherszállítás is. És ez körülbelül 1 milliárd, 900 valamennyi millió dollárba került, és akkor kicserélődött a hatalom, másik párt jött, és az új párta nem lehetett továbbítani, és mi történt? Teljesen leállították a projektet, mert az előző párt miért kötött szerződést egy ismeretlen belorusz céggel, egy ismeretlen technológiával. Jó, ez akkor új volt. De most, ahogy meglátták itt a Sárdzsába, ugye, természetesen Marina Gorkába már előbb is, de ez egy igazi célprojekt lesz, ez a 400 méteres, meg az a 2,5 kilométeres, amit most építenek, és a legutolsó információ az, hogy október előtt meg lesznek az engedélyek a utas szállításra. Ugye ez nagy dolog, mert ez azt jelenti, hogy a projekt teljesen kész, megvan a certifikát, megvan a biztonsági engedély, és már októbertől minden célprojekt ottan Emirátusba mehet, építhetnek, és lehet bekapcsolni a forgalomba. És ez a Junickinak volt a legnagyobb vágya, hogy megkapja, hogy kiépítse a technológiát, hogy megkapja a certifikátot, az engedélyt, és akkor lehet építkezni, és mehet a buli előre. A Marina Gorkai képek, ugye ez mindig gyönyörű meglátni kívülről, belülről, drónokkal, ugye sok fényképeket is és csinálnak. Egy nagy élmény oda elmenni, sajnálom, hogy tavaly nem tudtunk, valószínűleg az idén se nem, nem is annyira a pandémia véget, hanem azért, mert vannak ezek a szankciók, ugye tudjuk, hogy azt a repülőt, ami Lengyelországra utazott, leállították, és volt ott a kettő személy, akit elvittek börtönbe,
és akkor az uniós országok adtak szankciót a Belorussziába, úgyhogy a repülőtérek nem biztos, hogy dolgoznak, de ez megváltozhat mától holnapra. Szeptemberig nem tervezik, úgyhogy a nyáron nem lesz Ecofest. Most két hete kaptunk egy ilyen online kérdőívet, hogy mindenki írja meg, hogy tervez-e elmenni, ha nem megy a repülő, akkor autóval, de azt tudjuk, hogy Belorussziába, ha nem repülővel megyünk, akkor kell vízum. Két évvel ezelőtt nekem a szlovén partnerém egy kis busszal mentek, megkapták a vízumot, és nem volt semmi gond, csak nagyon hosszú volt Szlovéniából az út, 26 órát utaztak, ugye? Úgyhogy repülővel mégis Budapestről egy nincs két óra, másfél óra utazás, és sokkal kényelmesebb, meg nem olyan drága a repülő, 200 valamennyi dollár volt oda-vissza, ha jól emlékszek. Ezeken a képeken lehet látni a dubai SkyPod brand névű járműveket, amit a RTA, a közlekedési, Dubai Közlekedési Minisztériummal kötöttek szerződést, és nagyon szép volt meglátogatni ezt a Marina Gorkát, megnézni, hogy ezek a járművek, ez a technológia, ami papíron volt, ami katalógoson volt, hogy ez igazából is megtörtént. Nekem már nagy élmény volt, mikor 2016-ban, szeptemberben elmentünk a Berlinbe, és ottan a Viktorral, meg a Lacival, ugye, meglátogattuk a berlini kiállítást Csabával, négyen voltunk, meg még voltak ottan sok magyarok, de akkor már láttuk, hogy ez létező, igaz, és akkor kaptunk egy motivációt, hogy Unibike meg Unibus volt az a 12 személyes, de ez már elég volt, hogy ez igazi, valódi. Ez egy kép, amit a Junicki bemutatott valaha, és megvannak igazából ezek a járművek, ami nagyon nagy munka volt, mert ha meglátjuk, ha összehasonlítjuk egy autóval, amit 5-10 évig is terveznek, és nem tudom hány ezer tervező meg inzsinyerek, akik ezt készítik, és egy Skyway, és már megvan az aszfalt, ahova csak ki kell tenni az autót kipróbálni, a Junicki meg egy nullából, darab vasakból, meg műanyagból, bőrből, deszkából összerakott egy szupermodern, nem egyet, hanem most már 12-t, járműt, ami akár 150 vagy, mint a Uniflash, 500 km sebességgel is tud szágulni. Na, ez a 15. fázis, ez bemutassa, hogy a Uniflash is működhető, ezt már ugye Marina Gorkában lehet kipróbálni, és több mint 50 nemzetközi tanulmány van a Junickinak. Ottan Marina Gorkában meg lehet látni ezt a rengeteg diplomát, Minskben megvannak a gyárak, ezek a nagy irodaház, ahol 50 iroda van, egy kongresszusi központ, meg a Skyway Plaza, ami 12.000 négyzetméternyi, ott van a Junicki Street technológiának a központja. Dubajba ugye mi is elmentünk két évvel ezelőtt, meglátogattuk, hogy hol még építkeznek, és az volt a célunk, hogy minden célprojekt, mikor elindul, mikor már látható, akkor elmenjünk oda is. Ez lehet, hogy kicsit most lefékezett bennünket a koronavírus, de biztos vagyok abban, hogy mindenhova majd el lehet menni, eleinte repülővel, később meg Skyway Uniflash-sal, ami sokkal kényelmesebb, gyorsabb és biztonságosabb,
utazás. Itt van ez a 2,5 kilométer, napokban még nem jöttek új képek. Ez, itt is lesznek állomások, és ez teljesen célprojektban válik. Előbb tesztelik, de utána mennek az utasok is. Ugye itt lehet látni ezeket a járműveket, amit az újságírók most a napokban reklámozzák. Nekem egy fantasztikus kép ez, hogy belől meg lehet követni, és végül is, ha meglátjátok, itten kamerával ellátott ez az egész komplex, és ez automatizálva van, ottan 2-3 ember csak tudja követni, ha valahol valamilyen baj lenne esetleg, akkor le tudják állítani a forgalmat, megjavítani, és most ezt éjjel-nappal tesztelik, látjuk, hogy itten a odavalósiak is követik, mert tudjuk azt, hogy a emirátusi népség, a befektetők, azok szeretik az újdonságokat. Végül is a Dubai minden olyan dolog van felépítve, ami máshol nincs. Ott van a Burj Khalifa, ami legmagasabb épület a világon, ott vannak azok a szigetek, az egész világ tájképe, és sorolhatnám még a legnagyobb, hogy mondják, az a garden, a legnagyobb park, ilyen botanikus park, ahol sok virág, oda sajnos nem mentünk el, nem is tudtam még akkor, amikor ott voltunk, és ilyen meg természetesen ez a rengeteg hotel, magas épületek, és az első ekoház, ami fából készült, ez egy speciális engedélyt kaptak, Junicki, hogy felépítse, ezt muszáj így építeni, mert ez lesz a ház, ahol fogadják ez a vendégház, és be akarják mutatni a lineáros, okos várost, és azt is tudjuk, hogy azt is már jönnek látogatni, ugye a Unicontot láttuk az előbb, hogy $1 100 tonna 1 kilométer, ez fantasztikus, mert ilyen árba nem lehet még hajóval se, semmilyen másmilyen szállítmánnyal, ilyen olcsón, és ez is 120 km sebességgel mehetnek, teljesen automatizálva, amit a hajóról leszednek, és átteszik a világ, nem a világ, hanem a félsziget másik részére. A szaúd-arábiai befektetők is jöttek, azt tudjuk, hogy az a NEOM névű futurisztikus építkezést akarják megcsinálni, ami $500 milliárd projekt, és ezt teljesen automatizálva. Szóval az, ami a Skyway kínál, közlekedés, lineáris, okosváros, ők ezt akarják megcsinálni. Érdekes, hogy a Junicki ezt már kitalálta, lehet, hogy 30 évvel ezelőtt, és látta előre, hogy hova megy a világ, hogy mennyi négyzetkilométer aszfalt van. Azt mondják, hogy a világon, mint a Nagy-Britannia terület, hogy annyi aszfalt van, és ez milyen sok földet nem tudnak művelni az emberek. A vasút is, az nem foglal el annyit, mint az aszfalt, de nálunk van ez a Máté Rímec, aki ilyen elektromos sportautókat gyártanak Zágráb környékén. Igaz, hogy 1-2 millió euróba kerülnek ezek az autók, de 2000 lóerősek, és őrület, hogy milyen gyorsan mennek, meg nagy gyorsulás. Tegnap előtt olvastam, hogy 2050-ben már az emberek nem fogják vásárolni az autókat, hanem csak bérelik, vagy ilyen automatizált
járművel mennek. Ha megnézzük a filmeket, ami ilyen futurisztikus téma, mindig az van, hogy igaz, hogy akkor már repülnek is, de lehet látni, hogy második, harmadik, negyedik szinten van a közlekedés, és legtöbbnyi az embereknek nem kell a saját jármű, hanem automatizálva kijön a házából, és már beül valamibe, és viszi már akárhova mennének. Itt láttuk ugye a sejket, ez a sárgyai sejk, akinek nagyon tetszik ez a projekt, és itt is folyanak a beszélgetések. Na most, aminek megint örülhetünk, hogy a sárgyai Kaurfakan, ez a 130 kilométer projekt, erről most elkezdtek többet beszélni, már újságírók is írnak rajta, róla, erről a projektről, és ezt most készítik, és az idén épül ez. Ha ezt kiépítik, most már nem 3 évet, hanem csak 2 évet satszolnak, hogy készen lesz. Ez lesz az első hosszabb projekt, célprojekt, amit kiépítenek. Ez a teher szállításról van szó, ami ilyen 30-35 tonnai konténereket a hajókról. Már megvan a terve, hogy 200 méterre vannak az oszlopok, és 15 méter magasan lesznek ezek a, mennek majd a, ez a zsinór. Ugye itt lehet látni, hogy össze van kötve a kikötővel, azt is tudjuk, hogy a Skyway-nak, a Unitsky-nak megvan a terve, hogy a ilyen kikötőket építenek, és akár 10 kilométer mélyen a tengerbe, nem mélyen, hanem messze a parttól, ha 30 méter mély a tenger, akkor lehet építeni ilyen automatizált kikötőket, ahol 24 órán belül teljesen minden konténert ki lehet rakatni, és még 24 órán belül visszarakatni. Ha tudjuk, hogy a Indiában, a Mumbai, meg ilyen nagy kínai kikötőkbe akár egy hónapot is várnak, hogy ki tudják rakatni őket, mert nincs elég kikötő, akkor lehet elgondolkodni, hogy ez is milyen jó projekt. Emlékszek egy Alexei Sukhodev bemutatására, azt mondta, hogy 2 ilyen kikötő, ha a Skyway felépíti, annyi osztalék lesz, hogy mindenki nagyon-nagyon meg lesz elégedve. Csak 2 ilyen jó kikötő. A 15 kilométeres projektről most sem nem kaptam új információt, ez a 21 állomás, ami a Dubai Exporul, de azt is kell tudni, ezt már többször, mert kérdeztem is, akkor bevallották, hogy ez megvolt egy titkos aláírás, hogy erről a projektről nem mondanak semmit. Úgyhogy nem tudjuk, hogy mi történik, de lehet, hogy majd lesz egy kellemes meglepetés. És ami még nagyon szuper, hogy a sárgyai igazgató mindig itt van, ezt múlt héten hallgattam, és az első percekben már bemutatták a Skyway-t, hogy a Skyway a legfontosabb közlekedési partnerünk a Sárgyába, és ők látják el az egész közlekedést. Mikor mi ott voltunk 2 évvel, akkor láttuk, hogy a aszfalt, a autópályák már ki vannak építve, de a közlekedés bent a, ezekbe a város részekbe, ugye még sok helyen ott a homok van, bár a Dubajtól már ottan vannak ilyen nagy város részek, ahol ki vannak már építve, és már laknak ottan, nem tudom, több tízezren, úgyhogy ez már jól működik. A Skyway több világkiállításon volt, és most tudjuk, hogy egy 10 napja a Nadezhda Kosareva hivatalosan bemutatta, hogy a Skyway, ugye nem Skyway, hanem Unitsky String Technológia, azért UST,
mert a Skyway az egy brand, a Unitsky String technológia, meg a cég, aki ott lesz Expo-n Dubajban, úgyhogy ez most hivatalosan a cég is megerősítette. Október 1-től március 31-ig, tudom, hogy sokan szeretnétek oda menni, mindenki várja az információt, de várunk még most a nyáron, hogy hogy lesz az utazás, meg minden, mert egyik repülő társaság azt mondja, hogy aki be van oltva, azt viszi, a másik meg azt mondja, aki be van oltva, azt nem meri vinni, főleg ha a Pfizerrel oltotta be magát, mert akkor lehet valami baja neki, úgyhogy megvárjuk még, hogy kitisztuljon ez, de októbertől március 31-ig ott a legszebb idő van, itt ilyen 25-30 fok, és úgyhogy akár mikor el tudunk menni. Én is szeretnék elmenni, meglátogatni a Sharjah-t még egyszer, a kettő, a Expo, ez a legnagyobb világkiállítás, amit valaha a világon szerveztek. Itt tudjuk, hogy tavaly kellett volna, hogy legyen, és több millió embert vártak, nem tudom, 6 vagy 8 millió látogató, és szerintem kicsit kevesebb lesz, de ebbe a 182 napba lehet, hogy 4-5 millió ember meglátogassa ezt a őrült nagy kiállítást, és ott mindent lehet látni. Mi voltunk a Dubai Mall-ba, ott is mindent láttuk, ez a legnagyobb bevásárló központ a világon. Hát 4-5 órát ott voltunk, de én nem hiszem, hogy 15-20%-ot gyorsan átmentünk. Úgyhogy egy óriási bevásárlóközpont, ami nagyon érdekes, hogy nem drága a cucc, és legnagyobb, legcsúcs minőségű árut lehet mindent vásárolni. Mobiltelefontól, bőrjacketttől, ruháig, meg minden őrület dolgok, mert ha valahol, ha van valami, akkor az a Dubaiba és a Dubai Mallba van. Ami egy nagy attrakció lesz, nappali és éjjeli utazás a Skyway-jel, és ez egy szuper élmény lesz. Úgyhogy aki egyszer meglátogassa Dubait, az biztos, hogy egy-két év múlva újból elmegy és megnézi. Nekünk az a feladatunk, hogy még szerezzünk magunknak részvényt, és ajánljuk még egy-két embernek, segítsük ezt a projektet, mert a miénk, mi vagyunk a része neki, és mi fogjuk élvezni ezt az egész projektet. Én köszönöm szépen, hogy itt voltatok, meghallgattatok, és annak örülök, hogy az összes SkyWorld Community előadásokon közül 52 előadó van, hogy a mi előadásunkat legtöbben nézik meg a YouTube-on, ezt meg lehet látni, körülbelül duplája, mint az összes többi. Erre köszönöm szépen mindenkit, és igyekszek, hogy minél jobb legyek ezentúl is. Szép estét és szép hétvégét kívánok mindenkinek. Sziasztok!